Üdvözlök mindenkit, Szigeti Zsolt vagyok. A mai webinárunk témája a PID hatás és a Huawei anti-PID megoldásai. Előjáróban bemutatkoznék, Szigeti Zsolt vagyok, a regionális service manager a Huawei-nél. Feladataim közé tartozik a Huawei által kínált termékek service megoldásai, tanulmányaimat energetikai informatika specializáción fejeztem be. Előtte a Huawei-nél dolgoztam az elmúlt 2 évben a CIP1, CIP2 projekteken. Tapasztalattal rendelkezem KÖF és KIF hálózatok szabványosításában, illetve állami napelemes építéses projekteken is részt vettem. Első pont, mi az a PID? Hogyan alakul a napelem potenciálja a föld felé egy aktív rendszerben? A PV modulok cellái egy meglévő napelemes rendszerben nem földeltek, habár biztonsági okokból az alumínium keretet direkt földelik. Ezt az egyes ábrán lehet látni. Egy PV string moduljainak a fele a pozitív pólushoz van csatlakoztatva, ez a kettes ábra. Ezek a földhöz képest pozitív potenciálúak, viszont a megmaradt modulok a stringen, amik a negatív pólushoz vannak csatlakoztatva, negatív potenciálúak a föld potenciál felé. A föld felé a potenciál növekszik, ha több modult adunk a DC oldalhoz. Ugye az ábrán is látszik, hogy középen nulla potenciál lesz, de attól lefelé hadva a negatív string felé, a potenciál ugye a földhöz képest negatív irányba nagyobb lesz. Mi a fő oka a potenciális indukált degradációnak? Ugye mi is az a PID? A PID ugye akkor a potenciál indukált degradáció. Ennek a fő oka, hogy azok a panelok, melyek a negatív potenciálúak a föld felé, szintén negatív potenciálúak lesznek a földet rögzítő szerkezeten is. Emiatt a potenciál különbség miatt nátrium ionok kezdenek áramlani az üveglemez felől, a félvezető anyagon keresztül, és beszennyezik a cellát. Ezek az áramlások ugye az alumínium keret felé történnek, és a nagyobb potenciál különbség miatt, ami itt fellép, ez a 200-tól 500 volt, minél magasabb, annál nagyobb lesz ugye a nátrium ion áramlás. Ezek a nátrium ionok erős negatív hatással vannak a cellák teljesítményére, polarizálnak. Ennek következményeképpen a cellák inaktívá válhatnak, és kevesebb energiát termelhetnek. Melyek azok a tényezők, amelyek növelik a PID hatás kialakulásának valószínűségét? Két részre bonthatjuk. Az egyik tényezője a hőmérséklet és a páratartalom. Minél magasabb a hőmérséklet, valamint a páratartalom, a PID hatás előfordulásának a mértéke attól függően növekedhet. A degradáció foka szintén változhat az üveglemez szennyeződéseinek mértékével, amelyet olyan szennyeződések vagy anyagok okozhatják, melyek villamosan vezetőek, savasak, bázisosak vagy ionosak. Milyen ártalmai vannak a PID hatásnak? Itt a német Fraunhofer Kutatóintézet 2011-es kutatása alapján
a napelemünk üres járási feszültsége és rövid zárlati árama nem befolyásolódnak a PID hatástól, viszont a maximum munkapontokat 30%-kal is le tudja csökkenteni. Ugye itt a gyorsított PID teszt eredményeképpen egy IV körvöt, egy teljesítménydiagramot láthatunk. Itt láthatjuk, hogy a pirossal jelzett panelok azok 40 órán át voltak kitéve a PID hatásnak, a kékkel 80 és a feketével 100 órának voltak kitéve. Lehet látni, hogy a panelok teljesítménye milyen hatással, milyen mértékben csökkent. Itt ugye látható a bal oldalon a PID hatás előtt, jobb oldalon a PID hatás után, elektroluminenciás felvételek, látható a különbség, hogy 100 óra után ugye mennyire beszennyeződnek a cellák, és ezek milyen mértékben csökkentik a panelok teljesítményét. Hol jelentkezik általában a PID hatás? Egy különálló napelemes modulban a PID hatás az erősebb azokban a cellákban, melyek közel vannak az alumínium kerethez. A PID hatás gyengébb azokban a cellákban, amik a panel közepén vannak. Mint ahogy ezt az egyes modulon is látni, azok a részek, amik a negatív oldalhoz vannak közelebb, azokra fejti ki hatását, ugye, vagy azokon érvényesül a PID hatás. A közepén alig, a pozitív oldalon meg majdnem semennyire se fejti ki ezt a hatást. Egy stringen lévő napelemekben a PID hatás erősebb azokon a panelokon, amik közelebb vannak a string negatív pulzusához. Minél magasabb a negatív potenciál a föld felé, annál erősebben jelentkezhet a PID hatás. Ezt a kettes ábrán láthatjuk, ugye azok a panelok, amik a negatív oldalhoz közelebb vannak, azokat jobban érinti a PID hatás. A PID-mentes napelemek tényleg mentesek a degradációtól? Az IEC 62804-es szabvány alapján azok a panelok nevezhetőek PID-mentesnek, melyeknek veszteség kisebb, mint 5%. A vizsgálati feltételek ide vannak írva, ugye a tesztet 96 órán át végzik, és ez alapján ugye akkor nevezhetőek mentesnek, hogyha a keletkezett veszteségük kisebb a vizsgált időintervallum alatt, mint 5%. Tehát teljesen PID-mentes panelek nem léteznek. Jobb kifejezés erre az, hogy PID ellenállóak, erősen PID ellenállóak. Kettes pont, az iparban használt PID megoldások. Az első megoldás, ez a direkt földelés a PID hatás folytására. Napelemes üzemeket szigetelt transformátorral használva a PID hatás megelőzhető, ha a negatív pólusát a PV moduloknak direkt földeljük, mivel ez megemeli a potenciáját az egész PV rendszernek pozitívra, ezáltal elfolytva a PIV hatást a napelemes, a PID hatást a napelemes modulokban. Ennek az előnye, hogy olcsó és hatékony megoldás a hatás elkerülésére. Hátránya, hogy közvetlenül veszélyes földelni a napelemes rendszereket, mert magas az áramütés veszélye, ha a biztosíték az ellenállás nem működik, vagy fölzárlat alakul ki. Ritkán használják, mivel megrongálódhat az inverter is. Ugye itt láthatjuk, hogy megemeli nulla szintre a feszültséget, ezáltal fölfele tolva plusz 600 voltra a 300 voltról, ugye mínusz 300-ról nullára emeli a földszintet.
Ez a megoldás központi invertereknél az egyik legelterjedtebb megoldás. Második megoldás, külső napelemes kiegyenlítő doboz az éjszakai helyreállításhoz. Amikor egy megadott érték alá esik a DC feszültség este vagy naplementekor, akkor a PV kiegyenlítő doboz megemeli a feszültséget plusz 400 és 1000 volt DC közé, megfordítva a polarizációs hatást, mely az üzemállapot vagy az üzemelés alatt lépett fel. Ennek előnye, hogy a külső kiegyenlítő doboz könnyen igazítható régebbi erőművekhez, ezzel is javítva a PID hatást, alapjaiban kompatibilis a legtöbb inverter gyártó modelljével. Hátrányai, hogy az AC betápláláshoz szükséges az éjszakai működés, kábelezés is szükséges a doboz pozitív és negatív pólusai között, több inverterhez több kiegyenlítő doboz szükséges, mely növeli a CAPEX költséget. A Huawei PID megoldásai. A Huawei első megoldása virtuális földelés a PID hatás folytásához. Amikor a Huawei inverter üzemel, akkor az inverter DC oldali nulla pontja és a string nulla pontja megegyezik az AC oldal virtuális nulla pontjával. Amennyiben a virtuális nullapont és a földelés közötti feszültség különbség növekszik, akkor a string és a föld közötti feszültség is arányosan nő. Erre alapozva a Huawei Anti-PID egységek képes szabályozni a feszültséget a hálózat virtuális középpontjának eltolásával. Megemeli a napelemes stringek potenciáját, nulla fölé emeli a földelést, ezzel megakadályozza a PID hatást. Ennek a modulnak az előnyei, hogy használható több inverterrel, összesen 10 MW DC teljesítményig, ezzel csökkenti a CAPEX-et. Hogy elkerüljük az elektromos áram által okozott sokkot, a Huawei AVK védelmet szerelt ebbe az eszközbe, amelyek lekapcsolják a betáplálást, mielőtt probléma bekövetkezhetne. Hátrányai, hogy a PID modult csak IT rendszerekben használhatjuk, azaz közvetlenül nem földelt rendszerekben. Huawei első megoldása, TÜV helyszíni teljesítmény felülvizsgálat. A vizsgálat hozzúval készült, 100 MW-os naperőmű parkot teszteltek, az átlag hőmérséklet 25 Celsius fok volt, az átlagos relatív páratartalom 95,8%. A tesztet 30 véletlenszerűen kiválasztott inverteren végezték, Huawei PID modullal, vagy Huawei PID modul nélkül. Mint ahogy itt az eredményeken is látszik, PID modul nélkül a feszültségszint mínusz 323 volt DC-től 368 volt DC-ig terjedt, míg a Huawei PID moduljával 13,1 volt DC-től 72,1 volt DC-ig. A Huawei második megoldása beépített PID helyreállító modul. A Huawei transzformálatlan invertereiben van beépített PID helyreállító modul este, amikor az inverterek nem dolgoznak a hálózatra, egy kiegyenlítő DC feszültséget ad az inverter a modul és a föld között. Ez hatékonyan növeli a feszültséget a PV stringeken, a földelés értékét figyelembe véve. Így a villamosenergiák vegyülése a napelemes modulok, melyeket a PID hatás okoz, megszűnnek, megfordítják az üzemelés alatt fellépő polarizációs hatást. Ennek előnye, hogy összehasonlítva a külső PID kiegyenlítő dobozzal,
a beépített PID helyreállító modul segít csökkenteni a rendszer CAPEX értékét, könnyen beépíthető a modul, nem igényel extra telepítést vagy üzembehelyezést. Itt az ábrán is látszik, hogy PID helyreállító modula kék színnel van jelölve, a piros színnel van jelölve a PID helyreállító modul nélkül. És akkor a vesztesség az 1,59% különbséget ad a kettő között. Ez majdnem fél éves, vagy egy kicsivel több mint fél éves időintervallumban volt vizsgálva. A beépített PID helyreállító modul további előnyei. A beépített PID helyreállító modul betáplálása az inverterbe integrált kimeneti egységéről történik, nincs szükség külön betáplálásra, a fogyasztása 1,5 kWh havonta. A beépített PID helyreállító modul kibekapcsolható a Huawei Fusion Solar applikációjával, ajánlottad bekapcsolva hagyni az inverterek telepítését követően. Nincs hatással a napközbeni energiatermelésre. Alkalmazkodik a napelemes villamosenergia rendszerre, maximum 1100 volt DC feszültségig. Az alábbi földelés rendszereknél használható TNC, TNCS és TT. IT rendszerben nem használható. A Huawei beépített PID helyreállítási funkciója támogatja a P-típusú mono vagy polikristályos PV modulokat, N-pert, biphase napelemes modulokat. Egyéb típusú modulok esetében kérjük, keressék meg a gyártókat. Itt a listában láthatóak, hogy a Huawei-nek melyik inverterei képesek csökkenteni a PID effektust. Ugye a Sun 2003 10 KTL-M1-es beépített PID helyreállító modulban, a 10 KTL-M2-ben is szintén PID helyreállító modulban beépítve, illetve a 20KTL M2 29-33-36KTL 50 vagy 60-as KTL M0, 100-as KTL M1, valamint a 100-as KTL H1, illetve a 185 KTL H1 IT rendszerben használva támogatja az anti-PID megoldást. Összegzés. A PID hatás akkor következik be, ha potenciál különbség van a string és a föld között. Magas hőmérséklet és páratartalom gyorsíthatja a folyamatot, amely villamos energiatermelés csökkenést eredményez. A PID helyreállító modul hatékonyan javítja a modulok teljesítményét. A virtuális földeléses PID, anti-PID séma alapjaiban akadályozza meg a PID hatás előfordulását. Mint ahogy a teljesítmény, valamint a hozam összehasonlításon is látszik, az egyes minták a PID helyreállító vagy anti-PID modul nélküli vizsgált panelok, a kettesek a PID helyreállító modullal, míg a hármas minták az anti-PID modullal voltak tesztelve. A teljesítmény összehasonlításban látszik, hogy azok a modulok, amelyikre nem volt alkalmazva anti-PID megoldás, 27%-os teljesítmény visszaesést eredményeztek. Kettes mintán látszik, hogy ott a helyreállító modullal 4%-os veszteség keletkezett, míg az anti-PID modullal nem keletkezett veszteség.
A hozamoknak az összehasonlításából szintén látszik, hogy a PID modulok nélkül szerelt panelok 16%-os hozam visszaesést eredményeztek a PID hatás következtében. A kettes minta paneljai, amik a helyreállító modullal voltak szerelve, pár százalékos veszteséget eredményeztek, míg az anti-PID modult használó panelok nem eredményeztek hozamvesztességet. Köszönjük szépen a figyelmet, megkérnék mindenkit, hogy egy pár percben a következő kérdőívet még töltsék ki. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a webináron való résztvételét és a figyelmét.